Hello, én Szilágyi György vagyok. A network marketingben van néhány, hogy is mondjam, városi legenda, vagy néhány hiedelem, ami, hát, ami egy általánosan elterjedt azok között, akik nem igazán tudják, hogy miről is van szó, és miről is szól a network marketing tulajdonképpen. És az ezek közül az egyik egy, egy olyan, amit biztosan te is már hallottál, akár foglalkoztál már network marketinggel, akár nem. Ez pedig az, hogy egy Hálózatépítő üzletbe, egy network marketing üzletbe az elején kell becsatlakozni, mert ott tuti a siker, ott, ott tuti, hogy millió lesz mindenki. Hallotta ezt már? Pedig ez az egyik legnagyobb tévedés, ami a network marketinggel kapcsolatban úgy, úgy közszájon forog, és ami úgy, úgy a közhiedelemben benne van. És ugye sokan mondják azt, hogy 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 á, én nem csatlakozok be, mert, mert már nem az elején vagyok, és akkor így, így már nem lesz esélyem pénzt keresni. Hallottad ezt már? 100%-ig biztos vagyok benne. Na de mi az igazság ezzel kapcsolatban? Nézzük azt meg egy picit. És én most az FG Express üzlet kapcsán hadd beszéljek erről, pár mondatot tényleg csak. Az, hogy egy üzletbe az elején becsatlakozni, hát mivel is jár? Nézzük meg azt, és most az FGX Express üzlet kapcsán, amikor elindítottuk ezt az üzletet itt Magyarországon, ez, ez az idei év márciusában volt, márciusának elején, én ugyan már a, a ennek a hónapnak a vége felé csatlakoztam csatlakoztam ehhez az üzlethez, de, de dolgoztam már hálózatépítő üzletben, és indítottam el üzletet a nulláról itt Magyarországon, amiből aztán egy elég szép nagy hálózatot sikerült fölépíteni. Az, hogy tönkrement, az, az egy, teljesen más dolog. Ha érdekel, akkor egyszer elmesélem majd a történetet. Jó, tanul, jó tanuló pénz volt, amit, amit meg kell fizetni mindenkinek előbb vagy utóbb, no, de hát ez egy teljesen más történet. Vissza az FG Express üzletre. Amikor elindul egy üzlet, az borzasztóan kevés ahhoz, hogy abból majd aztán valódi üzlet legyen, és majd el kezdeni benne sok-sok embernek pénzt keresni. Kevés az, hogy jó a cég, megbízható a cég, jók a termékek, szükség van a termékekre, és többször meg kell őket vásárolni, és abból majd folyamatos fog származni. Ez és még sok-sok összetevő, ami, ami objektív összetevők, mondhatjuk így, egy üzletnek az életében, de mindez kevés, bármilyen jól össze is van rakva a rendszer, bármilyen jó a kompenzációs terv, és, és minden a helyén van, és, és, és jó a háttértámogatás, meg minden egyéb, ez, ez kevés még. Ahhoz, hogy egy üzlet majd aztán valóban üzlet legyen, és, és abból egy ö, nagy ö, hálózat, épüljön föl egy országban, annak nagyon sok összetevője van, és, és ezek ugye, ezek a kezdet-kezdetén nincsenek meg. Ezeket össze kell rakni, föl kell építeni, kell hozzá támogatórendszer, kell hozzá képzés, és sok-sok és minden egyéb, amiről most nem akarok részletesen beszélni, egy picit később majd azért visszatérek rá, de ezek az elején nincsenek meg, igaz? Az hogy, az, hogy valaki becsatlakozik egy üzletbe, és majd várja, hogy fölépül, hát mi a fenétől épülne fel? Attól, hogy valaki nem csinál semmit, attól, attól egy üzlet nem fog fölépülni. És ha mindenki így csatlakozik be, vagy, vagy néhányan becsatlakoznak így, hát attól ott még nem fog történni semmi. Ez, ez, ez ugye világos és érthető. Tehát attól, hogy emberek vagy közvetlenül egy cég megjelenése után becsatlakoznak egy üzletbe, és aztán nem csinálnak semmit, várják a csodát, na ebből nem fog nagy üzlet kerekedni. Ez, ez ugye egyértelmű. Aztán nincs még bizonyíték arra, hogy az üzlet működik, nincs még bizonyíték arra, hogy a termékek működnek, nincs ezzel kapcsolatos tapasztalat, igaz? Ilyenkor, de azért el kell indulni valahogyan. Mit lehet átadni ilyenkor? Hát át lehet adni a hitet, át lehet adni a személyes meggyőződést és a személyes jövőbe vetett hitet és azt a jövőképet, amit a cég képvisel, és ezt sikerül úgy közvetíteni, hogy, hogy ezt mások is meglássák, és mások is elhiggyék tulajdonképpen, akkor el lehet indulni egy üzletben. De ha, ha ez, ez, nincs bent a kommunikációban, akkor esély sincs arra, hogy, ez, hogy, hogy ebből majd üzlet fog kinőni nincsenek még olyan emberek az üzletben a kezdet kezdetén, akik azzal pénzt keresnének. És amikor valaki megkérdezte tőlem is az elején, hogy figyelj, oké, rendben van szép, amit mondasz, és te egy pénzről beszélsz, hogy itt pénzt lehet keresni, te mennyi pénzt keresnél már ebben az üzletben? Hát az elején, mit tudtam mondani, semmit, vagy még, vagy még nagyon keveset. Igaz, attól függ, hogy mikor zajlott le ez a beszélgetés. Most már tudom azt mondani, igen, én pénzt keresek ebben az üzletben, tehát az elején nyilván ez nem történik meg. Ehhez időnek kell eltelni, amíg, amíg emberek eljutnak olyan helyzetbe, hogy már van valamekkora hálózatuk, van valamekkora csapatuk, van valamekkora forgalom, egyre növekvő termékforgalom, és ez fogja majd meghozni a jutalékokat, a, a, a pénzt. Tehát ezek a kezdet-kezdetén nincsenek meg. Ezeket létre kell hozni. Ezek ehhez idő kell, hogy ez megtörténjen. És ahhoz, hogy ezek megtörténjenek, ahhoz bizony szükség van egy komplett rendszerre, egy komplett támogató rendszerre, ami az üzletek 90%-ában, vagy inkább 95%-ában, vagy lehet, hogy ez még nagyobb szám, főleg a mai időkben, amikor különböző virtuális üzletek és olyan dolgok jönnek, mennek, amik ma még itt vannak, holnap meg már nincsenek, ezek nincsenek, ilyen nyomokban sincs. Emberek jönnek, mennek, üzletek jönnek, mennek, de ilyen, hogy kialakuljon, ilyen ilyen nincs. Na ettől különleges a mi üzletünk, az FG Express üzlet. Egy olyan támogatórendszer van, és egy olyan képzési rendszer van, ami garantálja azt a hátteret, amitől egy üzlet majd aztán üzlet lesz. Olyan emberek vannak, akik képviselik ezt az üzletet, akik kiállnak mellette, akik kommunikálnak róla, akikről, és remélem engem is ilyennek tartasz, ott látod a komoly szándékot, hogy ezt az üzletet, bármi is történjen, föl fogjuk építeni. Miért? Mert ez az az üzlet, amiben érdemes időt és energiát fektetni, hiszen nem fog eltűnni a cég. A cég jól végzi a dolgát, fizet, jók a termékek, fejleszti a termékeket, új termékek érkeznek. Tehát minden olyan háttér adott ebben az üzletben, ami miatt érdemes ide energiát és időt belefektetni. Dolgoztam én már olyan üzletben, ahova ugyan beletettem, és pont az előbb említett üzlet, amiről itt az elején beszéltem, ahova én beletettem egy csomó időt, energiát, csak aztán a cég olyan volt, aki egy idő után nem volt partner abban, hogy hibákon változtasson, és én meg nem akartam úgy részt venni egy olyan üzletben, ami, ami, aminek korlátai vannak az építésnek. Érted? Tehát ha vacilálsz még, és még még valamire, valamire vársz, valami információra, vagy, vagy nem tudom mire vársz. Gondold végig ezeket a dolgokat. Érdemes egy olyan üzletbe csatlakoznod, ahol nincsenek meg ezek a dolgok, nincsen meg ez a háttértámogatás. És hogy ez mire jó pontosan? Hát egyrészt arra, hogy te meg tudsz szerezni minden információt ahhoz, hogy az üzletedet föl tud építeni. Másrészt arra jó, és ez óriási előny a számodra, hogy majd amikor te fogsz behozni ebbe az üzletbe embereket, őket hozzá tudod csatlakoztatni ehhez a rendszerhez, nem neked kell őket képezni, nem neked kell őket majd, nem neked kell majd nekik az információkat átadni, hanem van egy rendszer, ami ezt megteszi helyette. Tudod, mekkora előny ez? És tudod, milyen kevés üzlet az, ahol ez megvan? Hát nálunk itt van. Csak csatlakozni kell, és el kell kezdeni használni. Ez tulajdonképpen ez az ajánlatnak egy olyan része, ami, hát ami, amit a legtöbb üzlet nem tud megadni. Most, hogy te ezt kihasználod vagy nem, ezt te majd pontosan el fogod tudni dönteni. Én tudom, hogy ez egy borzasztó hatékony rendszer. Tudom azt, hogy az újonnan beljövő munkatársak, amikor megtalálják az első néhány közvetlen munkatársukat, és hozzá csatlakoztatják őket ehhez a rendszerhez, akkor ott, ott óriási dolgok történnek, és óriási lendülettel halad a hálózatnak az építése, mert ott van az információ, mindenki hozzá tud jutni, aki komolyan áll hozzá az üzlethez, azonnal el tud indulni ennek a rendszernek a segítségével. Ez, ez egy nem akármilyen előny. Ez egy olyan előny, ami, ahogy mondtam, a legtöbb Magyarországon, vagy akár a világon jelenlévő üzletben nincs meg csak a nagyon komoly, nagymúltú, jelentős cégeknél lehet ilyen rendszereket találni. Nálunk itt van. Használd ki az előnyeit, ha információra van még szükséged, egyszerűen keresd meg, én segítek neked ebben, meg tudom mutatni azt, hogy hogy tudsz ebben az üzletben tényleg most már kobolyan elkezdeni pénzt keresni, egyszerűen csatlakozz, még találod itt a videó alatt a lehetőséget erre is, meg arra is, hogy a további információt megszerezd, egyszerűen iratkozz fel a hírleveleimre. Oké, okay ne sokat várj, mert egy olyan szakaszba vagyunk most, ami egy óriási lendület és egy óriási növekedési szakasz, erről beszélek nem sokára majd egy következő videóban, úgyhogy gondold meg és cselekedj, én csak ezt tudom neked tanácsolni. Köszönöm a figyelmedet, további szép napot neked, Szilágyi György vagyok, szia!